Évente több alkalommal is véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Moson-Magyaróváron azzal a céllal, hogy azokat a betegeket, akiknek vérre van szükségük, el tudják látni. A véradókra minden alkalommal ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Fontos a véradás előtti bőséges étel és italfogyasztás, ami legalább egy liternyi folyadékot jelent. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradás szervezésben, ami éves szinten több mint 10 000 eseményt jelent az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen. A Moson-Magyaróvári szervezet pedig nem csak a véradás szervezésére fókuszál, hiszen évek óta nagy sikerrel rendezik meg rajzversenyüket is. A Moson-Magyaróvár és a környékbeli általános iskolások részére ez egy rajzpályázat, már több mint 10 éve hagyomány, és a Vöröskereszt, illetve a Vöröskereszt tevékenységével kapcsolatosan adunk meg egy témát. Idén Cseppekből lesz a tenger címet fogja kapni ez a rajzpályázat. A véradókra folyamatosan szükség van, és az önkéntességre való figyelemfelhívást nem lehet elég korán elkezdeni. Ezért fontos, hogy a Vöröskereszt már a legkisebbeket is megszólítsa, hogy a későbbiekben 18 éves koruk után nekik már természetes legyen, hogy segítséget nyújtanak embertársaiknak ilyen formában. Milyen technikával készülhetnek ezek a rajzok? Ezeket egy zsűri fogja elbírálni, és a legjobbakat fogjuk díjazni, illetve hát mindenki kap majd azért egy kis oklevelet a részvételért, és a legjobbaknak a műveiből pedig egy kiállítás fog nyílni az irodaházba. A Vöröskereszt tehát folyamatosan várja a segíteni vágyókat, véradó pedig bárki lehet, aki egészségesnek érzi magát. Elmúlt 18, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig meghaladja az 50 kg-ot.